97 éves korában meghalt Richard Vadány, azaz egykori osztrák katona, aki kivívta, hogy 2009-ben Ausztria rehabilitálja a náci hadseregből dezertált osztrákokat. Vadányt az Anschluss után besorozták a náci seregbe, ahonnan 1944-ben dezertált, és a britek szervezte csehszlovák emigráns hadtestben harcolta végig a háború fennmaradó részét a németek ellen. A háború vége után hazájában árulónak tekintették. Oroszlán része volt abban, hogy az osztrák állam elismerje a náci Németország ellen harcoló osztrákokat, és emlékművet állítasson a dezertálás miatt kivégzett katonáknak.